Az első korintusi levél 14. részének 33. versétől a 40-ig olvasom az igét. Mint ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik, az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, olyan a törvény is mondja. Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket, mert illetlen az asszonynak a gyülekezetben beszélnie. Vajon tőletek indult ki az Isten igéje, vagy egyedül hozzátok jutott el? Ha valaki azt tartja magáról, hogy proféta vagy lélektől megragadott ember, tudja meg, hogy amit nektek írok, az az Úr parancsolata. És ha valaki ezt nem ismeri el, ne ismertessék el. Ezért, testvéreim, törekedjetek a profétálásra, de a nyelveken való szólást se akadályozzátok. Azonban minden illendően és rendben történjék. Sok minden van ezekben a versekben, testvéreim, amikről szólhatunk, de a legfontosabb, hogy tudjuk elválasztani, hogy mi az, ami ott és akkor érvényes volt, és mi az, ami abból itt és most is érvényes. Abban a korban az asszonyok nagyon alárendelt szerepben voltak, és Jézus jövetele nagyon fölemelte őket. Nagyon hálásak is voltak, meg is értem, mert az, hogy ő egyenrangúan kezelte a férfiakat és a nőket, az forradalmi volt ott. Tanítványok csodálkoznak, hogy szóba áll a samáriai asszonnyal, és sok-sok példát mondhatunk arra, hogy Jézus számára nem volt értékbeli különbség a férfi és a nő között. És most itt az apostol mégis azt mondja, hogy az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben. Az ottani viszonyok között olyan módon szabadultak föl, vagy olyan stílusban, formabontó volt az asszonyok fontoskodása, meg előtérbe kerülése, hogy meg kellett fékezni, mert rendetlenséget hozott. De hát ez nem jelenti azt, hogy ma valaki azt mondja, hogy a nő nem hirdethet igét, vagy hallgasson el. Volt, aki például Liza néni, Traus Liza szolgálatát, még hatalmas áldást jelentett a gyülekezetekre, az egyházakra, a lelkészek szolgálatára is. Azt mondta, hogy mivel ott van, hogy az asszony hallgasson a gyülekezetben, hogy képzeli, hogy ő hirdeti az igét. Testvéreim, vigyáznunk kell, mert pünköstkor arról szól az üzenet, hogy a ti ifjaitok és a ti leányaitok látásokat látnak, és igéket kapnak, és profétálnak. Kitöltök az én lelkemből minden testre. Most a jó rend itt megkívánta, hogy ne az asszonyok vigyék a primet, sőt, csöndben maradjanak. De az, hogy ma ennek az igének az alapján valaki eltiltaná a női lelkészeket a szolgálattól, vagy a bizonyságtevőket, ez abszurdum. Ugyanakkor arra megfigyelni kell,
hallottam egy lelkésznőt, akit megkérdeztek felnőtt fiatalok egy konferencián a női lelkészségről. Hát úgy beszélt, mintha abszolút a férfiak majdhogy nem is léteznének, mint egy kikérve magának is, hogy a női lelkész az mindenbe, de totálisan jogot kap az úrtól, és a többi. Alázatosabban kellene szólni erről. Meg mikor megy ez a nagy harc, hogy férfi, nő, és ugyanolyan létszámban legyenek a parlamentben, és ugyanúgy és így tovább, testvéreim, vigyázzunk. Az Isten életrendjében beosztotta. Természetes, hogy értékrendbeli különbség nincs. És én is nagyon sokszor hallok olyan ige szolgálatot, ami a női szolgálattevőtől nagyon tiszta, nagyon jó. Sok-sok férfi szolgálattevőt megszégyeníthet az az odaadás és az az áldás, ami ennek nyomán fakad. Mégis azt kell mondanunk, hogy Isten első renden a férfiaknak adta a vezetés, az irányítás felelősségét. Ránk terhelte, még ha sokszor ki is húzódunk alóla. De nem lehet kihúzódni. Miközben az asszonyok számára adta azt a fél lépést hátrébb. Nem értékben, de ahogy különös a mandátum megbízás, és ez érdekes ebben a képben is, hogy például a köztársasági elnök nőnk megy, tudom én, zászlófelvonás, vagy valami nagy ünnep alkalmával, és fél lépéssel mögötte van a honvédelmi miniszter, vagy pedig a vezér, aki ott irányítja a katonákat, és ez nagyon jól is van, mert megvan a mandátum súly. Na most ez itt, ezt a furcsaságot adja éppen nő a köztársasági elnök, és semmi bajom nincs ezzel, áldja meg az Isten. De azzal, hogy ha 10-szer nő a köztársasági elnök, azzal már bajom lenne. Vagy hogyha a létszámokat úgy föltuningoljuk, nekem nem is tetszik az, hogy több a nő a teológián, mint a férfi. Hát ez bennünket, férfiakat minősít, hogy egyszerűen nem vállalják a fiatalok a nekik szánt szerepet. Itt a nők szolgálatában nem azért van a hátrébb lépés, mert Isten nem becsüli őket, dehogy nem. De hát nekik adta azt a háttérszolgálatot, amit ugyanúgy nem tud ellátni egy férfi. A gyermekek szülését, kihordását, nevelését, a háztartást, ami nem azt jelenti, hogy nem lett mérnöknő, nem lett köztársasági elnöknő valakiből. De ezt, aki érteni akarja, érti, hogy ebben a kérdésben első renden az arányok, azok mások. Én láttam több olyan lelkésznőt, és beszélgettem vele, akinek vezetni kell a gyülekezetet. És közben ott vannak a kisgyermekei, és megszakad a szíve, hogy most a lelki gondozást végezzem, vagy a gyermekem ügyét, vagy hogy is csináljam. Nem szabad úgy megterhelni. Figyelni kell ezt a bibliai rendet, és nem is rivalizálva, nem is lekezelve, hanem Isten szent lelke jó rendjében, ahogy befejeződik ez a fejezet, hogy minden illendően és rendben történjék.
Úgy legyen.